Augusztus 20-a, Szent István király napja, keresztény magyar állam alapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Nagy az érdeklődés, már több mint 15 ezer család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamely támogatási formáját. Fontos az utasbiztosítás, 10%-kal emelkedett azoknak az aránya, akik külföldi utazásuk során biztosították magukat. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnap. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Történelmünkben az államalapító király 1083. augusztus 20-ai szentélyavatása óta kiemelt szerepet játszik Szent István emlékezete. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. Az emléknapot szinte mindig megtartották a történelem során, de koronként eltérően értelmezték és ünnepelték. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünneppé. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentélyavatásával volt egyenértékű. Az ünnep a történelmünk során végig a magyarság legfőbb ünnepe volt, melyről minden korszakban megemlékeztek valamilyen módon. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi ünnepünk, később lett csak István király ünnepe, előbb egyházi ünnep volt, majd átnevezték ugye a új kenyér ünnepének, a szocializmus idején, vagy az alkotmány ünnepének, de valójában ez az ünnep, ez ott a magyarok szívében benne volt, mert valójában az államalapítást jelképezi megmaradásunkat, létezésünket, hiszen tegyük föl a kérdés, nincs Avarország, nincs Besenyőország, nincs Kunország, ide jött egy Ázsiából egy nép, és hazát teremtett magának, hiszen van Magyarország, és Szent István a 11. század elején, ugye folytatva apja Géza fejedelem uralkodását, azt a célt tűzte ki, hogy egy modern államot hoz létre Európa szívében. Vinnai Győző azt is elmondta, kevesen tudják, de István minden csatáját megnyerte, leverte a belső lázadókat koppány vezetésével, és megvédte az ország külső határait is. Ezt követően pedig a pápától kért koronát, és szigorú egyházi és világi törvényeket alkotott. Nem csak, hogy felvette, hanem ő már keresztény uralkodó volt. Ez nagyon lényeges volt, kegyes uralkodó hírében állt, tehát igazságos volt, szigorú volt, de ott van ez a kegyesség is benne, hogy Magyarországnak, és hát egész Európa a kereszténységre épül, egy új vallást adott, a kereszténységet, amelyet ő fölvett, gyakorolt. És természetesen ott van a királyi vármegye rendszer, hogy létrehozott egy modern közigazgatást a kor viszonyai között, ugye a királyi vármegye rendszert, ahol bizonyos területeken a várispánok gyakorolták hatalmat, ezáltal egy modern feudális államot hozott létre. Azt is el kell mondani, hogy törvényei a német mintát követték, a német-római császárság ugye 962-től már létezett, de sikerült a magyarországi viszonyokra adoptálnia, tehát sajátosan magyar volt. Ebben mi magyarok nagyok vagyunk, hogy nem átvesszük csak ezeket a törvényeket, hanem a helyi viszonyokra sikerül alkalmazni ezeket a törvényeket. Az augusztus 20-ai ünnep fontosságát is jelzi, hogy a rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította. Már több mint 15 ezer család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamely támogatási formáját. 6300 a megkötött babaváró támogatások száma, illetve 9000 érvényes, nagycsaládos autóvásárlásra regisztráltak. A kormányzati ügyfél vonalon keresztül pedig 12 000-en érdeklődtek az elmúlt hetekben. A magyar kormány július 1-től indította a családvédelmi támogatásokat. A magyar kormány 2020-ban közel 2,5-szer nagyobb összeget fordít a családtámogatásra 2010-hez képest. Amíg a költségvetésből abban az évben 960 milliárd forint jutott erre a célra, addig 2020-ban ez közel 2230 milliárd forintra emelkedik.
Július 1-én elindult a családvédelmi akcióterv is. A 7 pontos terv valamelyik kedvezményét az elmúlt hetekben már 15 ezer család vette igénybe. 6300-an éltek a babaváró támogatással, melynek köszönhetően azok a házaspárok igényelhetnek 10 millió forint kamatmentes hitelt, akik 2022 végéig gyermeket vállalnak. A legnépszerűbbnek az autóvásárlási támogatás számít. Erre a maximum 2,5 millió forintos segítségre már 9000-en regisztráltak. De elindult például a falusicsok és a jelzálog hitelekre nyújtott kedvezmények is bővültek. A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák esetén az SZIA elengedése. Ez egy történelmi tett véleményem szerint, amit az országgyűlés nyilván a kormány javaslatára megalkotott. 4 gyermeket nevelő anyukák 2020. január 1-től mentesülnek az SZIA fizetési kötelezettség alól. A 6. az a bölcsőde fejlesztési program. Isten igazából a körzetünk ebben érintett és jeleskedik. A térségben 7 bölcsőde és 7 óvoda újul meg vagy épül, illetve több mint 15 iskolát felújítanak. 2019-től a Nyírbogáti Önkormányzat családbarát önkormányzatként működik. Ennek köszönhetően babakelendjét ajándékoznak az újszülötteknek, valamint ünnepséget szerveznek azoknak az ott élőknek, akik betöltik a 18. életévüket. Nyírbogáton egy pályázatnak köszönhetően a lakhatást is segítik azok számára, akik helyben vagy a térségben dolgoznak. Olyan ifjúsági férőhelyeket létesítettünk, ezek mini garzonok, ahova a fiatal pár beköltözhet, rezsi megfizetésével, lakbér nélkül használhatja az önkormányzati férőhelyet, és még egyéb kedvezményeket is kap, ekkor a fiatal házas, aki beköltözik ebbe az ifjú otthonba. Ez 3 minigarzont jelent mostanság. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy ha működik a program, akkor kiterjesztik a lehetőségeket. Ebbe a pályázatba még az is beletartozik, hogy a jogosítványszerzést is támogatják, valamint ösztöndíjat is biztosítanak a helyi fiataloknak. Ennek az összköltsége mintegy 190 millió forint. Ismét szúnyogírtás lesz Nyíregyházán augusztus 21-én és 22-én, szerdán és csütörtökön. A Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. Légiúton 2477 hektáron szúnyogírtást végez Nyíregyháza közigazgatási területén. A légi gyérítést a kora esti órákban naplemente előtt 1 órával kezdik. A földi védekezést 210 hektáron végzik majd ugyanezeken a napokon. A füstölést melegköt képzőberendezéssel a késő esti órákban fogják végrehajtani. A védekezésre használt szer emberekre és melegvérűekre nem veszélyes. Egyre több nyaralni vágyó köt utasbiztosítást. Idén nyáron közel 10%-kal emelkedett azoknak az aránya, akik külföldi utazásuk során biztosították magukat. A biztosító a nyaralás során fellépő betegségek, sérülések esetén nyújt kártérítést az igénylők számára. A biztosítások megkötésével párhuzamosan megnövekedtek az EU-ban érvényes egészségbiztosítási kártya kiváltói, amivel érvény szerezhető a külföldi kórházi ellátásra. Ugyanakkor a piaci utasbiztosítás a magánorvosi ellátás és a gyógyszer költségeinek megtérítését is magában foglalja. Bármelyik biztosítást, amit nálunk megkötnek a kedves utasok, az egy teljes körű betegség baleset podgyász biztosítást tartalmaz, és mindegyik biztosításhoz egy 24 órás magyar nyelvű asszisztencia szolgálat is tartozik. Az utazók alap, közép és magas biztosítási csomagból választhatnak, melyek természetesen különböző árfekvéssel rendelkeznek. A biztosító cég azonban minden esetben igyekszik személyre szabottan a lehető legjobb megoldást megtalálni az utazók számára. Vannak, ahova elegendők az alapcsomagok, azért tudjuk nagyon jó, hogy Európában azért nagyon sokan csak az alapcsomagot kötik meg. Akik egy kicsit távolabb utaznak, mondjuk egy Törökország, Egyiptom, Tunézia, azoknak lehet inkább egy közepest megkötni, és ugye vannak a magasak. Ugye minden biztosítása jellemző az, hogy minél olcsóbb egy biztosítás, annál kevesebb az a szolgáltatás, amit tartalmaz. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy általában ilyen 450 forinttól már vannak biztosítások, de nyilván árértékarányban meg kell nézni, hogy
az ügyfélnek, ahova utazik, melyik a legmegfelelőbb biztosítástípus. A biztosító cégek leggyakrabban a repülőgépeken szállított csomagok sérüléséről, valamint a nyaralás során bekövetkezett balesetekről és betegségekről kapnak bejelentést. Tudjuk nagyon jól, hogy a repülős utak esetében elég sokszor van olyan, hogy podgyás sérülés. Szerintem ez rendszeresen elő szokott fordulni, és ugye nem mindig biztos, hogy a légitársaság vállalja érte a felelősséget, és ilyenkor jó, hogyha van egy biztosításunk hozzá. Egyébként meg szerintem nyáron a legtöbb baleset az inkább az ilyen apró tengerparti sérülésekből van, hogy belelépünk valamibe, napszúrást kapunk, tehát inkább a kisebb balesetek azok, amik jellemzők természetesen ilyenkor nyáron. Annyi bizonyos, a külföldön nyaraló családok egyre kevésbé sajnálják a minimális többletköltséget a biztosítás megkötéséhez. Ezzel együtt a cégek remélik, hogy ez a tendencia a jövőben még tovább emelkedik majd. Akár 100 hazai BMX-es is összemérheti tudását hétvégén az országos bajnokságon, amelynek Nyíregyháza biztosít helyszínt. Hazánk legtöbb elemmel rendelkező és legnagyobb pályáján a juniorok mellett profi felnőttek is versenyeznek, akik közül a legjobbak akár a jövő évi tokiói olimpiára is kijuthatnak. Szinte többet vannak a levegőben, mint a földön gyakorlás közben a BMX-esek. Ezek közül a nyíregyházi fiatalok közül van, aki napi 4-5 órát is gyakorol, de mivel ez egyben a hobbiuk is, nem sajnálják a rászánt időt. A kerékpáros szakák helyi egyesületének tagja is képviselhetik majd magukat most szombaton, az országos BMX bajnokságon, ahová az ország számos pontjáról érkeznek résztvevők. Körülbelül egy olyan 50 és 100 versenyző között várunk versenyzőket. Magyarország legnagyobb pálya, vagy legtöbb elemével rendelkező és legnagyobb pályája egyébként a Nyíregyházi, és az egyesületünk is tulajdonképpen az országban egyedülállóan a legerősebb egyesület most, és a Kerékpáros Szövetségnek a választása ezért is esett Nyíregyházára, mert most pillanatnyilag Nyíregyháza lehet kijelenteni, hogy a BMX-eseknek az egyik fellegvára most az országban. Az esemény már a 2020-as olimpiára készíti elő a kvalifikációt, ahol először láthatunk szabad stílusú BMX versenyeket. Hazai képviselők abban bíznak, hogy az ötkarikás játékok segíthetnek az itthon még gyerekcipőben járó szakák fejlődésében. Nyíregyházán évek óta fontosnak tartják, hogy nagy figyelmet fordítsanak a BMX-re és más extrém sportokra is. Akik szeretik az adrenalin bombákat, illetve keresik az ilyenfajta kihívásokat, azt gondolom, hogy nekik ez nagyon fontos dolog, ugyanis van, akik nem szeretik a hagyományos labdajátékokat, nem szeretik a tornát, a futást, nem szeretik a különböző önvédelmi sportákat, hanem ebben az extrémben találják meg a saját maguk által elképzelt sportot, illetve azokat a kihívásokat, azt az adrenalin szintet, amelyet ők szeretnek. Ezért fontos az, hogy a város cizellát legyen a sportok területén, és azért fontos az, hogy a nem annyira nézett, vagy nem annyira a köztudatban lévő sportágok, mint például a BMX is egy ilyen sportág, az is itt legyen a városban, mert van olyan réteg, igenis, meg van olyan nézősereg, aki ezt szereti. Az augusztus 24-i kertvárosi országos BMX bajnokságon nemzetközi szintű kvalifikált bírók figyelik majd a versenyzőket, akik között külön értékelik majd a juniorokat és a profi felnőtteket. Utóbbiak között vannak 30-asok, 40-esek is, ahogy az egyesület elnöke nevezte őket, öreg riderek. Egy légiós kivételével teljes kerettel készül a bajnokságra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt héten csatlakozott a csapathoz az előző szezonban az Egyesült Államokban kosárlabdázó Dancse Csandrás is. A kék cápák a héten már edzőmeccseken lépnek pályára. Napi két edzéssel készülnek a bajnokságra a nyíregyházi férfi kosarasok, akik a pályán és a konditeremben gyűjtik az erőt a következő szezonra. A keret csak nem teljes, egy légiós még hiányzik, de arról, hogy milyen posztra érkezik külföldi játékos, csak az edzőmeccseken látottak tükrében dönt majd a szakmai stáb. A magyar játékosok két hete kezdték el a munkát, amelyben nem a semmiből csöppentek bele, mivel a legtöbben a nyári szünetben sem hanyagolták el a mozgást. Az elmúlt szezon hajráját sérülés miatt kihagyó csapatkapitány Busz Iván szerint nem volt nehéz visszazökkenni a munkás hétköznapokba. Szerintem a többi nevében is mondhatom, hogy jó formában érkeztünk ide. Személy szerint én tavaly ilyenkor nem voltam ilyen jó állapotban, kicsit elhanyagoltam magam, erre igyekeztem odafigyelni nyáron, de többen a csapatból is együtt jöttünk be edzeni,
júliusban is, júniusban is, úgyhogy úgy érkeztünk ide, hogy nagyjából kész voltunk a felkészülésre. Most azért nyilván kicsit keményebb terhelés kapunk, mint amikor csak magunknak dolgoztunk, de egyre jobban vesszük fel az üzemi hőfokot. Az elmúlt héten csatlakozott a csapathoz a 19 éves szombathelyi nevelési korosztályos válogatott Dancsás András is, aki az előző szezont az Egyesült Államokban töltötte. Egy nagyon lehetőséget kaptam, itt a csapat feljutásért küzd az alcsoportba, és egy erős gárdának is tűnik számomra, egy jó közösség is, úgy tűnik nekem, hogy így hasznomra válhat és tudok fejlődni ebben a csapatban. Bár még korai arról beszélni, hogy mire lehet képes a csapat a bajnokságban, minimális elvárásokat már megfogalmazott a Kékcápák irányítója. A legjobb négy közé mindenféleképp elvárás és igazából realitás is lenne bekerülni. Nem szeretném megbántani abszolút a TF Budapestet, de úgy gondolom, hogy azzal, hogy az Oroszlány tavalyi közvetlen riválisunk feljutott és a TF kiesett, nem fognak olyan játékerőt képviselni, mint az Oroszlány. Így riválisaink közül egy kiesett, akkor mondhatnám azt, hogy ranglétán előléptünk egyet. Más típusú játékosok érkeztek a távozóink, ugye Cucu, Ózé és Csabi helyére, de én bízom benne, hogy ez nagyon jól elsülhet, és tényleg úgy érzem, hogy szép reményekkel vágtunk neki a szezonnak. Neki megyünk, legjobb névbe akarunk jutni, ott meg már tényleg bármi lehet, mint azt az idei év is mutatta, hogy nem feltétlenül a pálya előny fog dönteni. A szeptember 27-én esedékes bajai bajnoki rajtig több edzőmeccset játszik a csapat. Az biztos, hogy augusztus 22-én Debrecenben a Vasas ellen lépnek pályára Búsék, majd a szlovákiai Svitbe utaznak a Cápák, és többek között szó van még egy salgótarjáni találkozóról is. Egy év szünet után ismét a Szuperligában indul a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A bajnoki rajton augusztus 31-én Győrben szerepel az NTK. Ezen a hétvégén szombaton a szlovákiai Nagysároson, vasárnap pedig hazai környezetben a Debrecen ellen csiszolhatják formájukat a játékosok. A júniusi Kárpát-kupát követően sem álltak le teljesen az edzésekkel a nyíregyházi tekézők, augusztus elej óta pedig már teljes intenzitással készülnek a bajnokságra a játékosok. Erre szükség is van, mivel egy év kihagyás után ismét a legmagasabb osztályban, a Szuperligában szerepel majd az NTK. A játékos keret nem változott, a bennmaradás kiharcolásáért pedig erős riválisokat kell felülmúlniuk Finta Zoltánéknak. Mivel feljutó csapatról beszélünk, ezért mindig azt lehet mondani, hogy minket spéciznek ki a nagyok, és ez most sem lesz másképp. Azonban tovább nehezedik majd ez a szezon, ugyanis a 12 csapatból 4 csapat búcsúzik, már jövő évben átszerveszik a bajnokságot 10 csapatosra, úgyhogy extra nehéz lesz azt lehet mondani a bennmaradás ebbe a szuperligában. Azonban nem vagyunk elkeseredetek egyáltalán, mert úgy érezzük, hogy bent lehet maradni ezzel a játékos állománnyal, mint a tavalyi játékos állományunk volt, egy nagyszerű felkészüléssel és nagyszerű meccsekkel. Azt tesszük észre, hogy az első négy csapat, a Szeged, a Legelszeg, Lépcelak és a Ferencváros az nagyon kiemelkedik a mezőnyből, viszont az azutáni másik 8 csapat meg bárhol bárkit képes megverni, és bízunk benne, hogy több idegenbeli győzelmünk is lesz majd esetleg, és hazai pályán kevesebben botlunk, és ha ebből indulunk ki, akkor mindenképpen úgy érzem, hogy ott lehetünk a 7.-8. hely környékén, ami mindenképpen egy jó helyezés a Nyíregyházi Teke Klub számára. A következő szezonban Mogyorózsi Péter dönt arról, hogy az adott meccsen kik játszanak majd a nyíregyházi együttesben. A csapat felkészült, és felkészülten áll az újdonsült bajnokság elé. Az elvek a következők lesznek, mindig a lehető legjobb összeállításra fogunk törekedni, és az elsődleges célunk a bennmaradás. A korábban megszokott szeptemberi rajt helyett ezúttal augusztus végén rendezik az első fordulót a Szuperligában. Győrbe fogunk látogatni augusztus 31-én szombaton, azt következően pedig hazai pályán fogadjuk az Alegerszeget, majd rá egy hétre fogadjuk a bajnok Szegedet, és utána ráadásként még Lépcelakra fogunk majd utazni, úgyhogy majdnem azt lehet mondani, hogy az első négy forduló félig meddig borítékolható, bár hozzátenném, hogy Győrbe szeretnénk meglepetést okozni, mindenképpen egy kikiharcot vívni, és azután fog majd igazán kezdődni, ugyanis az ötödik fordulóba a Kaposvár csapatát fogadjuk majd hazai pályán, azt a Kaposvárt, aki örök mumusunk volt, de bízunk benne, hogy majd velük szemben majd fordul a kocka, és bízunk benne, hogy már hazai pályán le tudjuk őket győzni. A nyíregyháziak szombaton a szlovákiai Nagysároson tartják a bajnoki főpróbát, másnap pedig hazai környezetben a Debrecen ellen végezhetik el az utolsó simításokat Mogyorózsi Péterék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnap. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-ai szenti avatása óta kiemelt szerepet játszik Szent István emlékezete. Szent István király napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, a magyar köztársaság hivatalos állami ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. Az emléknapot szinte mindig megtartották a történelem során, de koronként eltérően értelmezték és ünnepelték. Már több mint 15 ezer család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamely támogatási formáját. 6300 a megkötött babaváró támogatások száma, illetve 9000 érvényes, nagycsaládos autóvásárlásra regisztráltak, a kormányzati ügyfélvonalon keresztül pedig 12 000 érdeklődtek az elmúlt hetekben. A magyar kormány július 1-től indította a családvédelmi támogatásokat. Egyre több nyaralni vágyó köt utasbiztosítást. Idén nyáron közel 10%-kal emelkedett azoknak az aránya, akik külföldi utazásuk során biztosították magukat. A biztosító a nyaralás során fellépő betegségek, sérülések esetén nyújt kártérítést az igénylők számára. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 20-án kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.